Öt nap pihenő után újra pályára lép a Csíkszeredai Sportklubba Jégkorong Molliga alapszakaszában. Tomi Karti csapata szombaton este a címvédő Miskolci DVTK jegesmedvék együttesét fogadja. A kanadai edző bízik a sikerben, szerinte a Csíki csapat kezd összeállni, és úgy látja a fiúk is éhesek a győzelemre. A Brasói korona a román bajnok Galac csapatát fogadja. A jégkorong Moligában csak egy csapat veretlen, a Marc-Budapest öt mérkőzést rendes játékidőben nyert meg, egyet pedig hosszabbításban. Edéi foci rangadúra kerül sor ma este Marosvásárhelyen, az ÁSZIA a Kolozsvári cf et látja vendégül. A Kolozsváriak 8 forduló óta veretlenek, míg a vásárhelyi együttes 10 forduló alatt dolgozta le a 6 pontos büntetését. A Tusnád Cycling Team nyerte a pályakerékpáros országos bajnokság csapat sprint versenyét. A csíkszeredai együttes a sebesség Szabolcs, Vlád Dobré, Szabó Norbert összeállításban versenyzett. Szebb időket is megélt a bukaresti Dinamo kerékpáros velodromja, jelenleg azonban ez az ország egyetlen működőképes pályája. A versenyzők szerint a körülmények nem a legjobbak, de tűrhetőek. A velodrom állapota nem a legjobb, elég uh elég göröncsös kövek is vannak. Jukadtunk is a napokban, mi a pályán nem, nem egy normális dolog, hogyha lyukadunk, és nagyon könnyen el lehet esni, mivel a nagyon meredek. A páros országos bajnokságon a legrövidebb próba 200 méteres, a leghosszabb 4000 méter, így a legtöbb sportoló számára újdonság, hogy ilyen rövid távokon kell teljesítsenek. Nekünk országúton sokszor 180-220 km szakaszok vannak, amelyek 5 órát vesznek igénybe, 5 óra 20 percet, itt pedig 1 perc, max. 4 percek a próbák, tehát egészen más. A csapat sprintversenyt a Tusnád Cycling Team nyerte a Stella és a Dinamo előtt, míg a 200 méteres futamon a Sepsiszentgyörgyi Szabó Norbert bejutott a döntőbe. A versenyek a hétvégén is folytatódnak.